Na, szóval, sziasztok! Ebben a videóban elmegyünk nagy, frissen, legújabb profi IFBB Pro, nagy Richard, az UFO. Fú, ez elég jó felkonfort? Ja. Ja, szerintem is. Richardről pár szó. Szerintem a világon nincs annyira esztetikus fizikum most, mint neki, vagyis szerintem, nekem a szememnek az ő fizikuma semmi felszokkodás ebbe, de tényleg nincs miből belekötni. Gyönyörű, szép, esztétikus. Fasza, nagyon fasza. Olyan típus, aki elveszi mindenkinek a kedvét az edzéstől, meg a versenyzéstől, úgyhogy ennyi felkomfort a Ricsinek. Edzünk egyet, megint mellezni fogunk és válazni, mert az jön neki. Vicces egyébként, mert elbeszéltünk egymás mellett, vagyis hát nem beszéltünk el egymás mellett, hanem megbeszéltük, hogy hátazni fogunk. És ő már írt kedden, hogy lehátazik. Van egy csoportunk, és írt kedden, hogy lehátazik. Nem láttam. Gondolta, hogy nem láttam. Úgyhogy beleírt szerdán is, hogy lehátazott, ugye? Jel ne felejtsem. Gondolta, hogy elolvastam azért a csoportot, csak hogy nem reagáltam rá, vagy valami ilyesmi. Nagy nehezen sikerül azért bekötni a cipőmet is. Szóval azért beírt ma reggel is a csoportba, amit én most délután elolvastam. Na de én tegnap lemelleztem, meg hátaztam, úgyhogy most úgy fogok velük mellezni, meg hátazni, vagy na, mellezni, meg válazni, hogy nekem ez tegnap megvolt. De nem baj, remélem nem szakad el semmi, nem hát, mert félig gép vagyok, félig meg izé, rozsda. Ennyi, IFBB Pro, nagy Richarddal megyünk edzeni. Kurva jó lesz. Aztán utána pedig elmegyünk a tetkosomhoz, folytatjuk a menetet, majd azt látjátok, hogy hova. Nagyon sokszor írtátok egyébként, nem tudom, hogy miért olyan érdekes számotokra, de nagyon sok olyan volt, hogy legyen a tetkóimról videó, hogy elmondom, hogy mik a jelentésük, vagy hogy csináljak erről Instastory-t, vagy akármi ilyesmi. Nagyon sokszor a kérdezfelelekekben is mindig ez volt, hogy ez mit jelent, az mit jelent. Vagy hogy egyáltalán mindnek van a jelentése. Valamiért egyébként mindenki azt gondolja, hogy mindnek van jelentése. Egyébként mindnek van jelentése, pedig nagyon sok embernek nincs a tetkóinak jelentése. Mesélek ezekről közben, miközben majd a tetkosomnál leszünk. Megmutatom, hogy hol készültek rajtam a rajzok, minták. Üss bele a kamerába! Nem! Belepöcsölök! Dumának a hátam mögött, mert haladtam. Hol voltak, mikor még az arcomat akartam? Leszarok mindenkit, minek is tagadjam. Az lettem, aki én sohasem akartam. Dumának a hátam mögött, mert haladtam. Hol voltak, mikor még az arcomat akartam? Leszarok mindenkit, minek is tagadjam. Az lettem, aki én sohasem akartam. Mondtam, hogy nem vagyok senki, ellen nem jössz, nem marad semmit. Nem vesznek, mert ez mindent elvitt. Nincs az a törvény, ami eltilt. Bárhova lépek, csak néznek, az utamban mégsem érnek. Mozgatja őket az érdek, mögöttem meg csak kibeszélnek. Nem azért tettem mindent, hogy megosszam veletek a szintem. Higgyétek el, van egy tippem, köztetek még egy ilyen nincsen. Azt hiszitek, tudjátok ki vagyok, de megdöglök majd mire kirakod. Ez az én életem, amit kiadok, itt a kiadó, GRG riadó. Dumának a hátam mögött, mert haladtam. Hol voltak, mikor még az arcomat akartam? Leszarok mindenkit, minek is tagadjam. Az lettem, aki én sohasem akartam. Dumának a hátam mögött, mert haladtam. Hol voltak, mikor még az arcomat akartam? Leszarok mindenkit, minek is tagadjam. Az lettem, aki én sohasem akartam. A sok pöcs jobban ismer nálam, de még fel sem érik a vállam. Azt mondják, nézd meg, hogy ezt álltam, az ördögre tépte már a szárnyam. Enni voltam, amíg irigyek lestek, nyomomban voltak, de elestek. Mindentől tételereztek, azoké a vérem, akik felemeltek. Hol voltatok, mikor nem volt semmi, anyámon kívül nem jött senki. Számban ki, mikor mit tett tenni, lesni, azt tudtok meg elvenni. De ne pálya ez már, ez a palló már rég felszállt. Így megy ez több éven már, kinek van gógyi, a félre áll. Dumának a hátam mögött, mert haladtam.
Hol voltak, mikor még az arcomat akartam? Leszarok mindenkit, minek is tagadjam. Az lettem, aki én sohasem akartam. Negyes! Nyomad! Nyom! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Nyomad! Az a fókusz? Ugye ki sem tudom szedni. Annyira, mi csinálok? Majd engem megszerkesztesz. Á, de hát én nem merek oda állni már egy tebbire. Olas. Állj már be szembe velünk te. Én nem elcsikül. Ha már lelőbb, azt nézek. Jó. Most olyan, mint a kisfiatám,
mint a kis makettod. De most jobb, mint a múltkor voltam. Ez. Ó, és ehhez most kell lábat mutatni? Nem mutatok lábat. Mondtam. Ezt amúgy én oldalról szeretem jobban. Pont nem látlak. Nem tudom, három picó. Tritium? Ez a kilépős. Mindegy. Amelyik jobban áll. Első élet. Viszont... Nyugodtan, figyelj, én csak itt ilyen tartozék vagyok. Jó. Sziasztok! Sziasztok! Na, itt vagyunk Nagy Ricsivel. Az előző, valamelyik előző videóban már ugye bemutattuk őt. Most már reméljük, hogy nem kell bemutatni még egyszer. Abban a videóban még nem volt profi, és amiket elmesélt, az úgy is lett. Úgyhogy most már profiként ül itt mellettem. Negyedik? Ötödik? Magyarországon? Ötödik. Tehát az ötödik profi klasszik fizik versenyző Magyarországon. Mesélj gyorsan egy kicsit a profivá válásról, hogy hogyan is sikerült. Na, hát ugye az előző videóban azt beszéltük, hogy 11 hétre voltam talán portugál versenytől, amin el sem indultam, mert előbb elmentünk Svédországba, ami hát nem úgy alakult, ahogy terveztük. A forma jó volt, de sajnos nem hoztam ott a kártyát. És akkor majd 4 héttel rá Írországba elmentünk egy hát egy elég szar versenyre, de a kártya sikerült, úgyhogy ez meglett. Úgyhogy most 9 hétre vagyunk az első profi versenyemtől, ami Olaszországban lesz. Igazából a terv az megvan. Itt már nem kell beférnem ugye a 86 kilós súlykorlátba, úgyhogy hál' Istennek ezzel nem kell szívni. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Hát nyilván a cél az az olimpia kvalifikáció, amit vagy úgy tudok, hogy nyerek versenyt, vagy pontokkal. Hát pontokkal már szerintem nem fog tudni bekerülni, mert eléggé közeledik azért a verseny, de hát ha sikerül nyernem, hát teszünk érte mindent. Olimpia kvalifikáció, nem kis dolgokról beszélünk. Ricsinek az útját, mind a két utat bele videózva, hogy azt majd megtaláljátok, rakok linket leírásba. Úgyhogy ezt vissza tudjátok majd nézni. Illetve vannak tervbe videózások is. Így van, tehát a következő versenyek is valószínűleg meg lesznek örökítve. Maga a verseny is, meg az út is. Úgyhogy valószínűleg erről is láthattok majd videókat. És meg mit mondunk bele? Mi az, amit még el lehet mesélni? A te versenyed volt. Magyarországon is lesz profi klasszik fizik verseny, ez ugye a Fit Parádén lesz, amin? Ez lesz a második versenyem, tehát ez az olasz verseny után lesz 5 héttel, úgyhogy itt biztos, hogy indulni fogok, és láttatok is akkor végre itthon, magyar színpadon. Több verseny nem lesz itthon, de ezzel mindenképpen tudni fogok. Mennyire vagyunk a Fit Parádétól? A Fit Parádétól 14 hétre. 14 hét. 14 hét, mert 5 héttel van az olasz után.
Én nem mondok nagy szavakat, de egyébként még előzőleg, amikor beszéltünk Ricsivel, akkor az volt a nagy terv, hogy én meg el fogok indulni ugye profi kártyáért, Vid Bradin. Most elgondolkoztál ezen a 14 héten. Igen, itt a 14 hét az kicsit közel van, főleg, hogy volt ugye a lábikó sérülés, aztán utána betunyultam a lábam, meg pont az volt amúgy is az elmaradott. Úgyhogy... 14 hét alatt még lehet csodákat tenni. Ja. Hát lehetséges, hogy... De én már nem tűzök ki semmit, mert állandóan csak ígérgetek, úgyhogy ha valami lesz, akkor lesz. De jó lenne egyébként, lehet, hogy engem is lehet majd látni a Fit Parádinak a színpadán, mert szeretnék egyet már pózolni legalább, ha más nem is, egy szép pózolást előadni. Fél, mondom a tervet, elindulsz, megnyered a kártyát, és másnap indulsz vele a profilba. Ja. Ez így lenne szép. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Az viszont biztos, hogy Fit Parádéra megyünk is majd ki, úgyhogy majd mi is, azt egyébként mondom neked is, Martin, úgy készülj, hogy októberet legyen szabad, és ott fogunk videózni is, megyünk csapattagokkal is, illetve ugye a Pro Show-t azt mindenképpen meg akarjuk nézni, ahol ugye te már neked, na, hogy akkor meséljünk valami izgalmasat is, találkoztam már profikkal is, hát azért Kevont mondjuk meg lehetne említeni, hogy mit mesélt neked, igen, illetve igen, hogy ugye edzettél is együtt Úrszal, meg hát ugye nyilván Molnár Petivel is, szóval hogy egy-két dolgot mesélj. Svéd versenyen találkoztam Keonnal is, meg Bench Warrennel is. Keon ellátott pár tanácsra egyébként, hogy mi az, amiben változtatnom kéne, és nem feltétlenül a fizikumra gondolt, hanem sokkal inkább arra, hogy hát nem is a megjelenés, hanem hogy viselkedjek a színpadon, hogy egy picit jobban eladjam magamat, mert ugye eddig testépítésben versenyeztem, ahol ez annyira nem volt szempont, tehát ott bementél, pozoltál, ha jó voltál, nyertél, nem, akkor nem. És itt viszont ez nem elég. Tehát egyrészt mindenki kurva jó, másrészt meg azért egy kicsit el is kell magadat adnod jobban, mint a bodyban. Úgyhogy ez. Branch Warrennek pózoltam a backstage-ben, ő is nagyon dicsért, hogy nagyon jó fizikum, úgyhogy ez marha jó volt egyébként. Nekem a svéd verseny amúgy sokkal jobban tetszett, mint az ír, annak ellenére, hogy nem ott szereztem meg a kártyát. Úgyhogy ha rendeznek ők profi versenyt, akkor oda biztos, hogy visszamegyek, mert az nagyon pozitív élmény volt. Aztán ugye volt egy közös lábedzésünk Úrszal, az is marha jó volt. Aki olimpián? Olimpián top 4 volt tavaly, idén meg majd kiderül. De nagyon, nagyon jó a srác, ő is nagyon közvetlen. Egyébként minden profin azt vettem észre, hogy nagyon közvetlenek és segítőkészek. És így a magyar versenyzőkkel szemben persze tisztelt a kivételnek, de nem az van, hogy irigyek lennének, vagy hogy leszólnának, vagy hogy lehúznának, hanem pont ellenkezőre inkább próbálnak segíteni, és ez azért tök jó. Jó dolog. Más mentalitásja. Na hát ezek jó, ezek izgalmas történetek. Úgyhogy követhetitek majd, lehetséges az is, hogy lesz ugye saját csatornád is. Igen. Úgyhogy majd ott is fogjátok majd tudni követni. Lesz majd több közös edzésünk is. Hogyha majd lesz csatornája, akkor majd az is be lesz linkelve majd az akkori videóba. Ezeket a videókat pedig most belinkelem a leírásba, úgyhogy meg tudjátok nézni, hogy hogyan lett profi, illetve az Instagramját is megtaláljátok a leírásba, ott is tudjátok követni, és tudjátok nézni, hogy vissza tudjátok nézni például az Úrszal a videó, van fel majd csak? Videó az nincs, csak kép. Nincs, ja. Csak kép van fel. Hát ott öten edzettünk, elég pörgős, ilyen szettes edzés volt. Igazából levegőt nem kaptunk, hogy nem, hogy még ott videózzunk, úgyhogy nem arról semmi ilyesmi nem készült. Szóval akkor most láthatjátok majd a jövő reménységének a felkészülését és remélhetőleg olimpia kvalifikációt is, és az olimpián is láthatjátok majd. Ennyi! Ennyi! Sziasztok! Melyik legyen az nagyon kicsi, alsó kettő, valamelyike!
No? Azt mondjam, hogy már. Ja, olyan? Aha. Jó. Nagyobbik? Á, nagyobbik, az nagyon nagy, nem? Lehet, hogy az jó. Mert olyan kicsit, mint egy masnyi. Ez az a méret. Sztorizom el a tetkoim történetét? Úristen. Végig kell pörgetnem. Hát, van kettő tetkom, ami nem az oltárnál készült. Ez volt az első tetkom. Ez egy oroszlán, meg két 13-as. Mert oroszlán a horoszkópom, és 13 óra 13 perckor születtem. Hú, mi volt a következő? Jaj, de ezek nagyon ilyen belsősünk fog. Na mindegy, leszarom. Azért került rám ez a cukorkoponya utána. Ez volt a következő tetkom, ha jól emlékszem, igen. Mert félek a haláltól, és, vagyis féltem, és a mexikóiaknál ugye a halottak napja az egy kurva nagy karnevál, fesztivál, basznak a sírokon, buliznak, isznak, ünnepik a halottakat, ugye ott van egy ilyen túlvilági élet, és azért került, magam miatt került rám ez a jelkép, hogy ne féljek a haláltól, hogyha mások vígadnak rajta. Súlyzó, hát ez csak belekerült igazából, akkor edzettem szintem egy éve. Úgyhogy, vagy kettő. Úgyhogy nagyon-nagyon kondis vadállat voltam. Ezért belekerült. Volt 15 évesen egy mondatom édesanyámnak, amikor eldöntöttem, hogy nem fogok átlagos életet élni, meg átlagos munkát csinálni, vagy átlagos pénzből élni. Ez konkrétan megvan ez a jelenet előttem. Azt mondtam anyámnak, hogy élni akarok, nem csak túlélni. És ez került rám spanyolul, ugye a mexikói jelkép miatt került ugye spanyolul, ami yo quiero vivir, no solo sobrevivir. Ugye ez jelenti azt. Körülötte a mandalák azok ugye az átkötések csak, mert tetszenek. Ez a gorilla fej. Ez gyakorlatilag a Team Extras logó lett, mert ugye a Team Extras logó, hát az eleve úgy jött, hogy ugye a Gabinak akkor volt a névnapja, vagy születésnapja, már nem tudom melyik, és akartunk közös edzős cuccokat, és azt találtam ki meglepetésnek, hogy rávoratom a közös szlogenünket, ami a még egy extra volt, mert ugye minden sorozat végén így hajtottuk egymást, hogy még kettő, még három, és akkor mindig az volt a vége, hogy még egy extra, és akkor ezt ráírattam a pulcsira, és nem tudtam, hogy mi legyen még rajta, és akkor már kitaláltam, hogy én nem tudom, hogy miért akartam egy koronás gorillát, mert az valamilyen kondis átkötés, valamiért azt akartam amúgy a kézfejemre, de akkor még nem volt meg, és akkor ugye ki akartam egészíteni a pulcsot, és akkor az került a pulcsra. Tehát így előbb született meg a Team Extras logó, és később került föl a jel rám, így gyakorlatilag a tetkónak a jelentése megelőzte önmagát. Vannak ugye rajtam egyiptomi jelek, ugye egyszer rajtam van a szem, meg a, vagy hát a mindent látó szem, gyakorlatilag ankereszt, az rajtam van még egyszer, ugye itt is. Ez gyakorlatilag azért került rám, mert azt szimbolizálja, hogy nem igazán hiszek semmilyen vallásban, de leginkább egyébként a... Szó, ilyeneket kell belemondanom, ezek nagyon személyes dolgok, de leginkább ezek a buddhista vonal áll egyébként közel hozzám, de ekkor még azért akartam jelölni, mert hiszek valami földön túli dologban, de magam módján hiszek benne. És ezt akarja számomra jelképezni egyébként, ez a halhatatlanságot jelöli, túlvilágot jelöli, védelmet jelent, stb. Ugyanígy ugye a Horus szeme. Nem tudom, hogy mi volt a sorrend. Ja, valahol itt az alkarnál volt még itt egy közös tetkó nővéremmel. Ez egy latin harangfelirat, Fulgura Frango, ami azt jelenti, hogy a villámokat megtöröm. Ja, van itt, azt mondja, hogy hol van. Itt van. Egy 97-es, egy végtelen jel, ugye szöges drótból. Ez igazából orosz börtön tetkó, vagyis abból ered ugye a szöges drótot, ugye az éveket szokták jelölni, meg a bűnöket vele.
alá van írva ugye, hogy Navsek Debreten. Ez az unokatestvéremmel egy közös jelkép, ugye a 97 és a végtelen jelművel. Ugye abban az évben együtt születtünk, én júliusi vagyok, ő októberi. Gyakorlatilag ő olyan, mint az öcsém, szóval a nővéremmel és az öcsémmel van egy közös tetkó. Ja, hát mutatom akkor ezt, ugye itt ide rám került egy női jelkép, ez ugye a kiegészítése a cukorkoponyának, ez a női megfelelője. Alatt a Zsivili Jubis Mejszje, ez megint csak orosz, azt jelenti, hogy éjszeres neves. Alatta már csak mandala van, illetve benne egy yin-yang, amit nem nagyon kell elmagyarázni. Fölötte ez a marsot jelképezi, ami becenevet rám akadtak a barátaim. Ja, várj, ezt elmondom. Ja, még egyszer vagy. Na szóval egyszer otthon ugye, az is ugye már az olival készült, elsőnek volt a fáraó, nem? Utána került rá a szöveg, ja. Fáraó, ami egy fél volt fáraó, ami gyakorlatilag idézőjelben nem a fáraó része tükröz engem, csak hogy maga a félvoltság. Na mindegy, az egész hátamnak egyébként az a jelentése, hogy a sok múltbeli sérelem, emberek, csalódások, stb. Az nem megy a hát mögé. Ez az összesnek a jelentése, ugye a vulnerabilibus voluntatis, az is latin, mert így nézett ki szépen, nyilván egyiptomi írással nem lehetne kiolvasni. Ennek a jelentése, hogy a sebektől erősödik az akarat. Ugye a félvolt fáraó is ezzel van kapcsolatban. Alatta a két kobra, az édesapámmal közös tetoválás. Neki ugye volt egy kobrája, őt ugye kobrának nevezték. Az volt rajt? Ó, szép. Ja, a fáraón két kobra, igen, a kobrának a jelentése is, az is egyébként egyiptomi minta. Az, hogyha ugye a gerinc mentén felfelé húzódik, vagy és felfelé ível, az is ugye a fejlődés szimbolizálja, illetve ugye véd a rossz dolgoktól, ugye ezek a kobrának a jelentései. Ugye ezért is került a gerincemre, és ezért kettő, a fatert is engem szimbolizál, ugye, hogy tartja a hátamat, illetve, hogy ugye nem kell félni semmitől. Vision Face Hustle Bless. Ugye a vízió, mint egy, hát nem úgy, mint egy, hát a vízióhoz ott nem kell. Ugye a Face az a hit, a Hustle az a kepesztés része érte, a Bless az pedig az áldás, mivel tehát ez a szemléletem. Tehát, hogy legyen mindig egy elképzelés, legyen hit, küzdj érte, és legyen mindig hálás. Van egy 13-as, ugye nyilván az egyszer fölkerült, itt a hahák, azok onnan jöttek, tényleg majd még egy pár hahát, azt még fölfelé híveljünk fel, meg egy kis szín vele. Az úgy jött oda, hogy itt elsőnek egy Joker szág volt, egy Joker szájat vartunk oda, és oda volt írva ez, ugye, hogy Vice of Sirius, ez elsőnek magam miatt volt odaírva, hogy ne vegyem túlságosan komolyan az életnek a küzdős részét, és hogy kezdjem el élvezni is. Most már ez inkább kifelé vetül az emberekre, hogy ők ne legyenek túl komolyak. Tehát a Joker szájat azt utána eltüntettük, mivel kiderült, hogy bírom a fájdalmat, vagy nem tudom. Aztán pedig maradtuk egy fekete párduccal, aminek ugye a jelentése az ugye az szimbolizálja, hogy a... Hát most ezt hogy mondjam úgy, hogy ne ilyen köcsökként tűnjön. Tehát mindegy, hogy mindenkinek van egy rosszabbik oldala, és hogy a rosszabbik oldaladdal nem küzdeni kell, meg kell nyomni, vagy akármi ilyesmi, hanem megtanulni, idézőjelbe egyé válni vele, de ennek nem ilyen rossz jelentése van, hanem inkább jó, hogy a nem feltétlen minden rossz, ami rossz. Ugyanúgy itt vannak a pillangók, ezeknek is ugye a fejlődés a jelképe, illetve egy... Jaj, hirtelen akartam mondani, nem... Milyen pillangó? Ha, milyen pillangó, Zoli? Egy. Hát ez. Ja. Szar.
mindegy, le van szarra lényegtelen. Annak azért van ugye gyémánt a közepén, mert hogy ez is ugye azt szimbolizálja, hogy mindenki bármire képes, és hogy akárhova lehet fejlődni, és mindenkiben ott van egy diamond. Mi van még rajtam? Ez volt az utolsó eddig. Ez meg egy Arisztotelész idézet. Ugye az jelenti magyarul, hogy azok vagyunk, amit újra és újra csinálunk. What we repeatedly do. Tehát a tökéletesség az nem egy tett, hanem szokás. Ami ugye azt jelképezi, hogy nem egy kimondott dolog lesz tökéletes, tehát nem egy tetted, nem egy cselekvésed lesz tökéletes, hanem az, hogy a tökéletességre törekszel. Attól lesz valaki tökéletes, hogy folyamatosan arra törekszik. Ennyi! Most pedig felkerül egy újabb pillangó fel a fej felé, meg lehet berekerül egy hatodik csakra, ami a third eye csakra. Ennyi. Ja, hát hülye, hát itt van a szememben, majd meg. Hát ezt ki is hagytuk. Az meg az ómjel.